Nagy szeretettel köszöntöm a Kanizsa Televízió nézőit, és minden sportbarátot, aki a vasárnapi ebéd utáni programjaként az ETE 2 Nagy Kanizsa mérkőzést választotta. Ismertetném is a két csapat összeállítását. Kezdem a vendégekével, a kanizsai kapuban 67-essel Horváth Márton, 4-es Kowalowski Máté, 8-as Pál Dávid, 10-es Kovács György, 14-es Szabó Patrik, 16-os Ekker Milán, 17-es Lőrinc Bence, 20-as Horváth Balázs, 24-es Kószás Krisztián, 57-es Major Máté és 91-es Béli Milán, a csapat vezetőedzője Gombos Zsolt. Ami a hazaiakat illeti, kapuban 46-ossal Köcse Bence, 4-es Sebestyén Lóránt, 7-es Nimanga Bakari, 9-es Németh Dániel, 12-es Fehér Barnabás, 16-os Babati Benjamin, 17-es Csóka Dominik, 18-as Huszti András, 19-es Majnovics Martin, 23-as Bolla Bence és 25-ös Gergényi Bence. A csapat vezetőedzője Bozsik József. Tiszta kékben szerepelnek a hazaiak, és fehér szerelésben a kanizsaiak némi piros-kék csíkkal díszítve. Nagyon mély talajon rendezik az összecsapást, ezt azt hiszem a nézőink is pontosan láthatják, hogy nem túl a legideálisabb a gyep, és akkor még elég finoman fogalmaztam. A két kapu előterében kifejezetten szép kis dagonya várja majd a csatárokat, és nem könnyíti meg egyik portás dolgát sem. Nagy eső volt, hajnaltól esett itt Egerszegen, egészen a meccs előttig. Béli közben az első lehetőség, el is lövi. Blokk. Egy elég kemény belépő volt rögtön 3 másodpercnyi játék után, ha jól láttam Kószástól. Reklamális Bozsik József. Visszatérve még a kezdőkre, kanizsai oldalon bekerült a vírusos megbetegedés miatt több hetet kihagyó Kószás Krisztián és Béli Milán. Béli Milán fogalmazott úgy pénteken, hogy csak a győzelem, semmi más, amikor megkérdeztem a mai mérkőzésről. Hozzáállással tehát nem lesz ma baj. Van még bőven hiányzó a kanizsai keretben, ugyanakkor azt jó látni, hogy végre megtelt a pad. Nem is olyan régen még 4 mezőnyjátékos cseréje volt csak Gombos Zsoltnak. Ma ez a probléma már nem áll fenn. Leutazott a 3 fiatal is. Az FC Kanizsával Józsa Ádám, Milei Bálint és Csavari Benjamin. Ugye Milei Bálint múlt héten debütált az NB3-ban, kapott egy szűk 10 percet felcsuton. Veszélyesnek tűnő kiugratás, Kowalowski el is hibázza, másodszor azonban javít. Fehér Barnabás elől tisztázott. Az egerszegieknél mindössze 4 játékos maradt a legutóbbi kezdőhöz képest ma is csapatban. Ebben nyilván az is közrejátszik, hogy több NB1-es kerettag lejátszik ma, és kezdőként szerepel. A tegnapi Debrecen elleni mérkőzésen keretben volt a kapus, éppen nála a labda, Köcse Bence. Nyilván nem ő védett, Nimanga Bakari kapott egy szűk 10-15 percet. Nem is szállt be egyébként rosszul a meccsbe. Németh Dániel is kapott pár percet tegnap. Volt 2-3 jó passza, amit el lehet neki könyvelni. Közben bebőrőzik a játékvezetőt, Szalai Lászlót. Csóka Dominik volt a tettes. Nyilván nem meglepő, hogy Babati Benjamin is keretben volt tegnap az NB1-ben, ahogy Majnovics Martin és Gergényi Bence is. Őket azonban nem cserélte be Ferenczi István, aki a koronavírusos Waltner Robertet helyettesítette tegnap is.
az Ete erőnléti edzője, egyébként nem régiben teljesítette a Spartatlont. Óriási respekt neki. Nem sok ex-futbolista mondhatja ezt el magáról, közben rossz passz horváttól. Felcsúti meccshez képest Vlasics a gólszerző és Tóth Gergő Ádám került ki. Vlasics kiadása némileg meglepő. Ő a házi gólkirály egyébként a csapatnak. 5 góllal. Kószás. Gergényi elől-mellől fejelte el. Bakari. Kószás nem finomkodik. Mutatja is Bakari, hogy már a második belépő volt ez. Van igaza. Sebestyén. Az összeállításom szerint ő a csapatkapitánya. Karszalagot ugyanakkor nem látok rajta. Bolla hazadja. Köcsö indítása nem jó. Ellentétben a kanizsai letámadással. Még a kezdőkről Beke Péter, a megyeszékhelyiek házi gólkirálya keretben sincs. Róla nincs információ, hogy esetleg beteg vagy sérülés miatt került ki a keretből. Hogy Dóci Krisztián sem álma be. Itt áll mellettünk egyébként, úgyhogy ő ma csak civilben segíthet a csapatán. Nemrégiben igazolt haza Pápáról, ott töltött hosszú éveket és szerepelt a Lombardban. Készült vele is interjú. A klub hivatalos honlapján elmondta, hogy segíteni szeretné a fiatalokat a minél jobb eredmény elérésében itt az NB3-ban. Major hazaadja Horváth Márton. Kowalowski visszakerült a védelem tengelyébe. Az utóbbi hetekben inkább a középpályán kapott szerepet. Jó labda Horvátnak. Horváth. Kovács. Kicsiben Lőrinc. Ez már helyzet. Lőrinc. Jól zárt ki Sebestyén. Hat perc telt el a meccsből. Komolyabb helyzet nélkül. Rögtön a középkezdés után még Bélinek volt egy próbálkozása, de lejött a blokkról a lövés. Német. Volt terület átvenni. Babati rajta van a karszalag, így a hivatalos összeállítás hibás. Nagy labda, nem tudja azonban csókkal levenni. Az ő vezetékneve, azt hiszem minden zalai futballbarátnak ismerős lehet, hogy az ETE ikon, az édesapja. A testvére pedig Angliában légióskodik. Szerepelt kölcsönben a Dacban is. Most éppen az angol harmadosztályban edződik. Babati dobhat. Az ő sztoria is érdekes, hiszen nem is olyan rég még válogatott kerettag volt, most pedig a Kanizsa ellen játszik az NB3-ban. Meg is találják most a kanizsai drukkerek. Nyilván ő sem így képzelte el a 2021-es őszt. Kowalowski, Bakari, jól tette tovább, Majnovics, ki a szélre, Csóka, levágódik párról, Gergényi,
Gergényi, pál mellett húzogat. Gergényi még, kicsiben. Csóka. Bakari. Ő kapja vissza. Gergényi, fenn a zászló. Lesen van. Gergényi Bence. Horváth. Kovalovszky. Major kap egyet a rúgás pillanatában. Ecker, nem jó passza, Szabó. Kószással játszik össze Kovalovszky. Horváth. Lőrinc. Béli kapja. Kószás. Lőrinc kérte, nem őt választotta, inkább a biztosat. Major. Nem jó az indítása. Gergényi fejeli egyel tovább. Huszti. Babati. Jó indítás. Az első komoly lehetőség az ajak előtt adódik, és meg is szerzi a vezetést az Ete. Babati labdáját Fejér Barnabás váltja gólra. 9. illetve már a 10. percben megszerzi a vezetést az Alaegerszeg. Az első lehetőségét kihasználja az Ete. Nagy labdát adott Babati. És Fejér Barnabás megverte a védőket. Lest reklamálnak. A kanizsai drukkerek nem tűnt annak. Nincs helyi műsorközlő itt az Ete Stadion mögötti edzőpályán, így csak a saját irataimra tudok majd hagyatkozni a meccs során. És reméljük az eső sem kezd el újra esni, hiszen egy tető nélküli emelvényről közvetítünk ma. Ismét Fehért kereste a labda. Egyértelműen arra játszik az Ete, hogy a két kanizsai középső védők között futtassák Fehért. Béli. Béli még. Lőrinc Bence helyezkedésével nem elégedett. Gombos Zsolt. Gól után is neki szólt oda, hogy nem kellett volna letámadnia. Szépen vett át Bakari. Labdája is pontos. Csóka. Nincsen sípszó. Horváth. Horváth még. Hosszú az indítás, és meg is csúszik a füvön. Elérhetetlen. Köcse. Gergényi. Rosszul vette át Majnovics. Sevestyén. Huszti. Bolla. Bakari. Sokat van játékban. Sevestyén indítja az akciót. Csóka és Majnovics játszik össze. Majnovics megpattan egy kanizsai lábon, de eléri még Horváth Márton.
mondom én. A játékvezető másként látta. Szöglet lesz. Sebestyén robban be. Nem ő felé szállt a labda, hanem Bollát kereste. Nem ugrott azonban fel. Az a legerszegi 23-as. Major. Ekkel sarokkal próbálta tovább tenni. Kivágja Bolla, kanizsai dobás. Kovalovszki hozza föl. Béli, jól várt le az emberéről, a labda is jól őrinc. Bent Kovács. Kovácsot keresi, ott az ittszer és 1-1. Kovács, György egyenlít, mintaszerű akció. Kovalovszki indította el. Egészen 21. századi megoldás, játék a kanizsai csapattól, 1-1, gyors gólváltás, tehát 15. percben Kovács György egyenlít. Mások mellett ő is szerepelt az eténél, az NB2-ben játszott is Kovács György. Nem csak utánpótlás szinten erősítette, tehát az etét. Játékban próbál dominálni a kanizsa, és azokat a jegyeket egyre inkább hordozza a csapat játéka, ami jellemzi Gombos Zsoltot, mint például a gól előtt látható akció. Kis passz, földön, gyors játék és letámadás. Ezek a kulcs szavai talán a Gombos féle focinak. Sevestyén. Bolla ki a szélre. Pál kemény. Jó labdaszerzés. Ekker. Kovács. Elcsúszik, de jó, így még Lőrincnek. Lőrinc tisztára játsza magát. Lőrinc lő! Egy percen belül fordít a kanizsa. Lőrinc Bence. Az imént még megdorgálta őt Gombos Zsolt, hiszen rosszul helyezkedett a bekapott gólnál. Pár perce később pedig már gólt szerez. Javítja a hibáját abszolút. Nagy köszönj, hogy megfogta a bekapott gól az etét, de ez most az eredményjelzőn is látszik. 1-2. Van miért visszavágni egyébként a kanizsának, hiszen az első fordulóban, még nyáron, hazai pályán kapott ki a csapat. Nem éppen olyan kezdésre számítottak a kanizsai drukkerek a legutóbbi kiírásban, negyedik helyen végző kanizsától. Azt a mérkőzést egyébként még nem közvetíthettük, hiszen nem voltak letisztázva az új feltételek az MLS és az MTVA között, illetve hogy az miként érinti az NB3-as bajnokikat. Ismét lesgyanú szituáció, csóka, Pál Gyötré. Vissza tudja játszani, csóka, és most ezt már lefújja Szalai László. Ekker volt szabálytalan. Két asszisztens egyébként, Keszthelyi Tamás és Farkas Gergő Zoltán. A 13-20-as gyors közben el battyog itt mellettünk, és jöhet egy szabad rúgással jó helyről az ete. Jól látom, Németh Dániel a labda mögött. Hűvel, kicsúszik azonban
Horvát kezéből, vagy inkább talán öklőzni szerette volna ezt. Babati megrángatja Kovalovszky. Kár a fal tért, hiszen ott volt Horváth Balázs. Jöhet az inverze. Az iménti szituációnak szinte ugyanonnan jön ismét szabadrúgással az Ete. Csak a másik oldalról. Babati a labda mögött. Volt már egy jó indítása, hogy abból szerzett vezetést az Ete. Babati van fejes. Fölé csúsztatja azonban a gólszerző, Fehér Barnabás. Rákezd a kanizsai tábor. Nagyjából 80 szurkoló gondolta, úgyhogy a helyszínen tekinti meg ezt a mérkőzést. Az arányok kiegyenlítettek, nagyjából fele a kanizsai drukker és fele a Zete szimpatizáns. Nem pontos Horváth Márton kirúgása, de belebonyolódik Bakari is. Pál. Oda veti magát, egy egerszegi védő, Gergényi volt az. Ecker lerántja Bakari. És itt van már Béli Milán. Megy is a labdához. Az ő szabadrúgásai életveszélyesek. Szabó Patrik is ott van, de meglepődnék, ha nem Béli végezné el ezt a rúgást. Béli és Szabó. Háromtagú a sorfal. Béli lő. Jól vágódik kapufa! Béli labda szerzését szabálytalannak látta. Játékvezető. Rúgás lesz kifelé. A 22. percben. Gólgazdag meccs. 2-1-re vezet az FC Nagykanizsa. Huszti. Megnyújtja. Németh Dániel ugrott volna ki. Jó védekezés. Kószás. Lőrinc flikfakkal próbálta tovább tenni. Szép labdaszerzés. Kószás kap a bokájára. És az egész kanizsai pad felugrik. Megpróbálja még pedagógiával megoldani a helyzetet Szalai László. Az asszisztens egyébként azt jelezte, hogy megdobták a kanizsai szurkolók valami papírral. Nem ismerték ezt el a kanizsai drukkerek. Nem pontosan ezekkel a szavakkal fogalmaztak. Kovalovszky! Kovács mutatja magát, Ecker ugrik ki, jó labda, Ecker zicserben, Ecker lerántják egyértelműen, 11-es, meg is ítéli azt Szalai László. Nagyon jó helyen van ez az emelvény, hiszen mind a két padtól nagyjából egy-egy méterre vagyunk, így mindent hallunk, amit az edzők hozzáfűznek a kialakult szituációkhoz. 11-est Bozsik József sem vitatta. Csapata helyezkedését annál inkább Ecker a labda mögött. Nagyon kellene neki a gól. A tavalyi házi gólkirálynak nem igazán megy idén. Baj van az önbizalmával.
ő harcolta ki, most ő válthatja gólra ezt a szituációt. Ekker Milán tehát. Ekker belövi. És jön a szívecskés gólöröm. Negyedik gólja ez a szezonban Ekker Milánnak. Egy három. Nagyon sok szakkönyv foglalkozik azzal, hogy miként tud reagálni egy csapat a bekapott gólra. Hát a Kanizsa most úgy tűnik nagyon jól. Egyértelműen feldobta a csapatot. Az egyenlítés, és benne van ebben a lendületben most a vendégcsapat. Ez már egészen megnyugtató előny. De hát nagyon sok van még vissza. Az első játékrészből szűk 20 perc. Kovács rugott oda, ezt nem vette észre a játékvezető. Nem biztos, hogy bele kellene menni ilyen fölösleges faltokba. De hát nyilván rangadóról van szó. Nem biztos, hogy egymás tenyeréből kell ennie a játékosoknak. Gergényen jó csel után. Visszakapja Csókától Gergényi. Nem jut el Babatihoz a labda, nem igazán találják meg Babatit. Kovács szép mozdulat, Ekker. Kovács is nagyon él. Hosszú sérüléséből tért vissza ő is. Veszprémben még látszott rajta a kihagyás. És a Bicske elleni hazai meccsen sem igazán tudott segíteni. Felcsutom már kezdett. Itt pedig már gólt is szerzett. Kovács György. Babati. Bolla. Gergényi kapja. Bakari. Sebestyén. Szokásos akcióforma az egeszegiektől. Majnovicsot próbálta kilőni Gergényi. Fehér szólt vissza a középpályásoknak, hogy jöjjenek följebb. Pál. Rárugja az ellenfelére Csóko Dominikre. Jól játszik Pál Dávid. Letámadják Horváth Márton, de megoldja a kapus. Béli továbbítása nem jó. Bolla fordul. Pál fegyeli vissza a mezőnybe. Major keresztez. Pál. Megfuttatják Csóko Dominiket. Kószás veszíti el. Kovalovszki kemény, de jó a labdája németnek. Major szerelte szépen. Fehért. Visszaszerezte Bakari. Bakarit rendesen megdolgozzák a kanizsaiak. Német. Fehér. Major mellett esik el, ez is 11-es. Kis Péttel fújta be a játékvezető. Major sárgát is kap, ami sosem jó egy középső védőnek, pláne amikor még jócskán van vissza a meccsből. Hát jó rossz a bajnok itt. Német Dániel fogja elvégezni a büntetőt. Fehér Barnabás harcolta ki. Egyértelműen ő játszik legjobban, ő a legveszélyesebb hazaiaknál.
Kár érte egyébként, mert úgy tűnt, hogy nem volt igazán veszélyes ez a szituáció, és azzal, hogy Major feltette a kezét, megadta a lehetőséget arra, hogy befújja a büntetőt Szalai László. Zárkózhat az Ete. Német és Horváth Márton. Nem érezte a sarkot Horváth Márton. 2-3. Német Dániel a gólszerző. Saját nevelésű fiatal játékosról van szó, és ahogy azt már említettem, tegnap az NB1-ben is kapott pár percet. Negyed óra van még vissza a 45 percből. Kovalovszky. Kovalovszky azon kevesek egyike, aki nem fordult meg az ellenfélnél. Őt ugye a Lipottól igazolta a Kanizsa még a nyári szünetben, akár csak kószást. Horváth Ecker felé ívelt, megtámasztotta Gergényi. Sebestyén, nem bocsánat, de mégiscsak Sebestyén, jól mondtam. Ő kapja vissza. Egy váltás Babati és Husztik között, de inkább szokás szerint Fehér Barnabás volt a célpont. Közben elküldi a teljes cseresort Gombos Zsolt melegíteni. Szabó Patrik nem tudta rárugni az ellenfelére, kirúgás lesz. Köcse alaposan elgondolkodik a megoldáson. Végül Csóka felé ment a labda. Német csúsztatta meg. Major indítása jó. Lőrinc hosszan veszi át, de itt se rossz. Lőrinc. Kovács kapja. Kovács még. Kovács megtartja és lő. Elkerülte a kaput a próbálkozás. Minden esetre egy újabb, szép és gyors kanizsai akció. Szorosabb védekezésre inti az övéit Bozsik József. Köcse. Major megelőzi Fehért. Kovács. Kovács meg tudja tartani. Kovács még. Kovács jó megoldás. Szabó Zitzerbe. Luftutrog. Ott van még a labda. Béli bombázza ki az egész edző központból. Egészen a vasúti töltésig szállt a labda, de úgy látom megpattant egy hazai lábon, hiszen szöglet jöhet. A szezon egyik, hanem a legjobb mérkőzését látjuk. Legjobb kanizsai mérkőzését. Talán a Mosonmagyaróvár elleni győzelem volt még, ami kifejezetten tetszhetett a szurkolóknak, bár ott inkább a kiváló helyzet kihasználásának és a jó védekezésének köszönhette a győzelmet az FC Nagykanizsa. Szabó Patrik meg tudta csúsztatni Lőrinc. Kószás, kisodróri Kószás, visszaíveli, de ez pontatlan. Gergényi
Major ismét megelőzte fejjel, fejért. Gergényi, Eckert gyötri, Eckert látja szabálytalannak a játékvezető. Sebestyén. Elindítja Csókát, de ez pontatlan. Kovalovszky. Szép játék. Háromszögelés. Kényszerítővel. Horváth Balázs. Lőrinc. Nem volt les. Lőrinc. Vissza Horváth Balázsnak, de ez hosszú. Ráadásul érkezett Sebestyén. Majnovics. Bolla. Fehér ezúttal el tudja fejelni Major mellől, de nem volt ott társ. Csóka késett egy kicsit. Pál. Nem indított el Bélit, inkább visszafelé játszott Kovalovszkynak. Kovalovszky. Béli. Pontatlan. A labda azonban visszakerül a Kanizsához. Béli. Lőrinc. Bakari. Rúg oda. Ecker. Szép keresztlabda. Nem tudja azonban levenni Ecker Milán. Sebestyén. Huszti. Jól rázza le magáról Lőrincet. Német. Kovács ért ki. Ráadásul kiharcol egy dobást. Amit ő kap. Kovács. Huszti szerzi vissza. Pontatlan azonban Sebestyén. Lőrinc. Major. Kovalovszky. Kószás. Béli kapja. Átlépi Kovalovszky, illetve bocsánat, Kószás lépte át. Béli. Nem rossz. Horváth. Nem jó a beadása. Köcse fogta meg. Bakari. Babati felé. Babati. Vele szemben Horváth Balázs. Jó labda Németnek. Német lő, éreszögből nagy védés Horváth Márton. Pál tisztáz. Ekkert nem tudott fejelni. Bolla. Bakari. Babatit látta lesen, a kanizsai drukkerek előtti asszisztens. Kovalovszky. Major. Kovács felé az indítás. Nem sokat tévedett. Major Máté. Bolla. Sebestyén. Kovács hajtja.
Fejér felé az indítás. Megmenti még Horváth Balázs. Kószás. Szép mozdulattal tette maga elé, az indítása azonban hosszúnak tűnik. Pál lépett fel az akcióval, rárugja Gergényi. Sebestyén. Babati kapja. Elmozog a helyén. Huszti meg is kapja a labdát. Major fegyelé vissza, megcsúsztatja Béli. Nem tudja levenni Lőrinc. Megelégszik a dobással Babati. Bakari. Bolla. Gergényi kapja. Visszajátsza. Bolla. Bakari. Babati. Csínbe adja. Babati ide. Sebestyén még meg tudta oldani, ráadásul a passza is jó. Huszti. Huszti még. Kint volt már. Kirúgás lesz. Horváth Balázs. Lőrinc kérte. Eladja Babati. Bakari. Hosszan vette át Majnovic, erre csapott le a visszalépő kanizsai. Lőrinc. Lőrinc még. Előny szabály. Kovács. Belebonyolódik Kovács. Van egy kis szerencséje. Kovács. Kovács még. Nem volt jó labdája. Eladják azonban az egerszegiek is. Szabó Patrik. Szabó még. Béli. Kószástól kapta. Kószás. Horváth Balázs. Hosszan járatja most a kanizsa. Pál kapja. Bent csak Kovács. Pál inkább visszafelé passzol. Ecker. Laposan jól. Szabó. Szabó még bent. Kovács érkezik. Zicser és gól. Kovács dupláz. 2-4. Érdemes lenne összeszámolni, hogy mennyi kanizsai labdaérintés volt ebben az akcióban. Nem kevés. Kovács György második gólja ma. Nem volt még neki egyébként ez azonban. Hát ki ellen, ha nem az Ete ellen kell dupláznia. Ismét két gólos kanizsai előnyt át. 3 perc még a 45-ből, némi ráadás várható. Sebestyén. Huszti állt a másik oldalra. Bakari. Huszti. Bakari nyit neki. Meg is kapja.
kettő kanizsai ront ki, a harmadik Béli is odaérkezik. A labda azonban marad az egerszegieknél. Egy jó csellel indul el Babati. Passza is jó német. Major azonban érkezik. Vonal mellett Major. Sebestyén. Bolla. Major fejeli ki. Szép labda Bélitől Lőrinc. Lőrinc hozza fel. Lőrinc. Lőrinc még. Sokat vár Lőrinc Bence. El is veszíti. Majnovics. Érkezett és szerelt. Fehér felé az indítás. Meglöki Fehér Kovalovszkit. Rúgás lesz kifelé. Horváth Márton nem kapkod, miért is tenné? Két góllal vezet a csapata. Egy perc a hosszabbítás, ha jól láttam. Kovács felé. Hibázik Sebestyén Lőrinc. Ez meg belefért úgy tűnik a vállal való lökésbe. Ekkel akaszkodik össze Sebestyén, de Sebestyén meglöki. És ki is állítatja magát. Ekker megúszta egy sárgával, nem volt ez rossz üzlet Ekker Milánnak. Egyébként odarugott Ekker Sebestyénnek, ezen húzta fel magát Sebestyén Lóránt. Aki óriási butaságot követett el ezzel, hogy hagyján, hogy két góllal vesztés áll a csapata, most még egyel kevesebben is lesznek. Ráadásul ő alapembere az NB3-as gárdának. Legközelebbi mérkőzésen biztos, hogy nem számíthat rá Bozsik József, ami ugye tavasszal lesz, hiszen ez a meccs már egy tavaszról előrehozott mérkőzés. Megoszlanak a vélemények, hogy ez mennyire jó lépés. Így nulla fokban meccset játszani decemberben. Az NB3 foci Facebook oldalon volt egy felmérés, hogy az időjárási körülmények mennyire befolyásolják ezt a fordulót. Bicskében például 10 centi óesett, úgy készülnek mérkőzésre. Egerszegen hó nem esett, csak eső és nagyon sok gól, hiszen 4-2-re vezet az FC Nagykanizsa. Tartom azon véleményemet, hogy ebben a szezonban ez idáig a legjobb 45 percét tette le az asztalra a Dézoli együttes. Tartsanak velünk a második játék részben is. 45 percnyi játék után 4-2-re vezet, tehát az FC Nagykanizsa itt Zalaegerszegen. Nagyon jó, izgalmas első játék részen vagyunk túl. Két 11-essel, 6 góllal és egy piros lappal fűszerezve volt tehát mit nézni. Reméljük hasonló folytatásnak lehetünk szemtanúi itt az Etes Stadion mögötti edzőpályán. Cserél egyébként Bozsik József. Őr Máté készülődik beállni. Ahogy azt említettem, nincs helyi műsorközlő, így azt még egyelőre nem tudom, hogy ki helyére érkezik Őr Máté. Ő a legutóbbi NB3-as bajnoki, amely során a BVST Zuglóval játszott, egyébként az Alegerszeg kezdett. Lecserélte őt akkor a hazaiak trénere, Meggyesi váltotta. Azt a meccset 4-2-re bukta el az Alegerszeg.
nyilván annak a találkozónak abszolút esélyese volt, a bajnok esélyes BVSC, és élt is a lehetőségével Buzsáki Ákos együttese. Szilágyi szerzett vezetést az uglóiaknak akkor, rá emlékezhetünk mi kanizsaiak is, hiszen nagyon jól játszott az Olajbányász stadionban, csak úgy, mint Kokenski, kinek ne jutna eszébe a több mint fél pályáról szerzett gólja. Az volt az ötödik zuglói találat Kanizsán. Ő szerezte csapat a második gólját itt Zalaegerszegen. Aztán úgy alakult az eredmény, hogy 0-3-ra is vezetett a zugló. Fröhlich szerezte a harmadik fővárosi gólt. Ő is szerepelt ugye jó pár mérkőzést NB1-es csapatban, csapatokban. Aztán 3-0-nál kezdett el zárkózni a Zete. Babati akkor is az NB3-as csapatban játszott, ő hívelt középre. Sebestyén felugrott a kapussal együtt, majd úgy keveredett a labda a Beke elé, aki ma nincs keretben, és ő szépített. Aztán a második zalaegerszegi gólban is Babati volt a főszereplő, húzott el a jobb szélen, majd beadta középre, Szökrönyös érkezett, és alakította a meccset 2-3-ra közben. Rúgást kap, jól látom, Béli az igen, nem is marad a kanizsai középpályás. Három kettőnél azonban Filipovics eldöntötte azt a találkozót, és nyertek 4-2-re a sárga kékek. Akkor Mihalec Péter irányította az zalaegerszegieket, hiszen Bozsik József az első csapattal tartott. Úgy értékelt Mihalec Péter, hogy rosszul kezdték a mérkőzést, tehát, ahogy említettem, ugye három gólos hátránnyal, és ez abszolút rányomta a bélyegét a folytatásra. 3-2-nél viszont egyenlíthettek is volna az zalaegerszegiek. Végül azzal zárt, hogy tanulni kell abból a vereségből. Hát úgy tűnik, hogy ez a tanulás kicsit hosszabb folyamat lesz, hiszen a játékrész végén nagy butaságot követett el Sebestyén Lóránt, amikor összeakaszkodott Eckerre és kiállítatta magát. A védelem közepébe lépett vissza kiállítás után Bakari, ő az egyik legaktívabb megerszegi volt az első 45 percben. Éppen ő indít, rosszul. Ecker, ő is kapott ugye egy sárgát. Pál, röviden Kovács felé. Kovács azonban megmenti. Szépen visszateszi sarokkal. Pál beadása, levágódik Bolláról. Kovács is nagyot megy. Két gólja van, és óriásit küzd a vendégek kapitánya. Béli és Szabó Patrik a szögletzászlónál. Szabót hagyja Bélinek. Kis szöglet, Szabó. Pál kapja, most jött a beadás, Pál. Hát a hosszúra, magas az Kowalowskinak. Kigurul a labda, hagyja kigurulni Majnovics. Fehér felé az indítás, az most hiba, de Horváth Márton jól él együtt a játékkal, és kilépett a kapujából, így tudott tisztázni Gergényi fejeli vissza. Fehér nem tudta átvenni, levenni. Major adja haza. És ha jól látom, Csóka Dominik, a lecserélt játékos.
Horváth Balázs. Kovalovszkinak játsza vissza. Kószás. Lőrinc lesen. Volt némi afférja az asszisztensnek a kanizsai drukkerekkel az első játék részben. Ez jó ítéletnek tűnt. Bakari. Mobati. Bolla. Bakari kapja vissza. Kovács lép ki rá. Bolla. Gergényi. Beúsz középre. Szabó érkezik jól. És szerez labdát. Pál. Biztosat választja. Horváth Mártont. Béli. Nagy mentés. Nem jutott el a labda Eckerhez. Babati egy jó csel után. Az indítása nem jó. Szabó, Kovalovszki. Béli kapja. Jól járatja a labdát a kanizsa. Lőrinc. Huszti vált ki rá. Megforgatja Husztit. Jön a beadás. Megpattan, szöglet lesz. Szabó Patrik sétál ki. Nem viszi túlzásba a tempót. De hát az idő, az most a kanizsának játszik. Amellett, hogy egy rangadó nyilván mindig nagyon fontos a 3 pont begyűjtése, a tabellán is helyet cserélnek a csapatok, hogyha marad ez az állás, és elviszi mind a 3 pontot, a kanizsa a majort rántják le, nincs ítélet. Elterült major, labda marad a kanizsánál, Pál sarokkal vissza, Kószás, szép játék, Kószás még, ellövi élesen, felpörög, újabb kanizsai szöglet lesz. Alika állítok azzal valótlant, ha megszerzi az 5. gólját a kanizsa, azzal végérvényesen eldönti a 3 pont sorsát. A mai szokások a szívem, Szabó Patrik és Béli Milán mennek ki a zászlóhoz. Szabó ott hagyja, ismét megy bent a lökdösődés. Több mozgást kér bent Gombos Zsolt. A kanizsaiak vezetőedzője. Magához hivatja Kószást és Bakarit. Szalai László. Nincs köztük harag. Jöhet a szöglet. Béli. Élesen ez is. Jól jött ki Köcse Bence. Németh Dániel kérte, de inkább kicsiben játszotta ki Köcse. Őr. Bakari. Ausztriával igazolt Zalaegerszegre. Nimaga Bakari. Bolla. Megnyújtja. Horváth Balázs tudott belefejelni. Németh. Németh még. Babati. Gergény érkezett mellette, Babati inkább beúsz középre. Most passzol. Bolla. Gergényi. Babati nyitott neki, inkább Majnovicsot szerette volna megjátszani.
Bolla. Bolla még. Levitte három kanizsai közé. Jót húzott ezzel. Nem rossz a labda. Van is érkező. Gergényi beadása jó volt. Huszti. Csúnyán mellé fölé vágta. Kovalovszky. Kószás. Major kapja. 14. volt a meccs előtt az Ete, 2, és 16. a Kanizsa. 20 pontja volt a Kanizsának, és 21 az Etének. Pál. Csak megugrasztotta Gergényit. Nem tudta átvenni Pál Dávid. Gergényi. Német. Béli veszi el tőle. Béli kapja vissza. Nem tudja bebőrözni Bakarit Béli. Kovács szerzi meg. Kovács. Még mindig ő. Kovács. Jó a passz. Lőrinc azonban elveszíti. És kap egy szabad rúgást. Huszti. Rúgás lesz kifelé. Volt egy szombati meccs a nyugati csoportban, az Eto 2 Tatabánya, 1-1 lett az a mérkőzés. A 11-es találkozók ugye már véget értek, a Gyirmót 2-3-0-ra tudta megverni a másik zalai csapatot, az Andrássyrát. Nem zárt túl jó őszt az Andrássyra. Sereghajtó 20. helyezett a másik zalaegerszegi együttes. Gergényi. Pál van ott vele. Gergényi. Nem tudja megjátszani Németet. A Puskás 2 fogadta MOL Fehérvár második csapatát, ott 2-1-re nyertek a felcsutiak. Kifejeli Major. Mindeközben Gergényi újrázhat. Van érkező. Magas volt azonban a labda Husztinak. És még egy félidei eredményről van információ. Ma Kelenfüred 0-0 volt 45 percnyi játék után. A Kanizsát és az Érdet leszámítva a többi gárda, ugye azután a kör után szünetre megy, aztán folytatás februárban. A covidos megbetegedések miatt elhalasztott meccset 9-én pótolja hazai pályán a Bányász stadionban az FC Nagy Kanizsa. Jó labda közben Lőrinc, jól is tudta átvenni Lőrinc, túlfutott azonban a bogyón, és Huszt is ott volt mellette. Ecker, Lapos, Babati, Babati még, megtartja Babati, nem tud azonban indítani, egy kockázatos labda, Huszti azonban megoldja. Huszti sokat van játékban a második fél időben. Bolla. Babati. Ketten is kléptek volna Majnovics és Gergényi. Babati inkább bevitte középre, Német pedig elveszíti. Kovalovszky. Kószás. Major a labda útja. Ecker. Pált tette tovább, Kószás, Kovalovszky.
Bailey. Kovács passzolgatott Kózással. Teljes az a zalaegerszegi csapat a saját tér felén. Nincs les, Lőrinc. Lőrinc még. Lőrinc. Rossz labda. Lövésnek pontatlan volt, passznak pedig nagyon erős. Dobás lesz. Amit Gergényi fog elvégezni. Kovalovszky rosszul ér bele, erre lecsap Fehér. Fehér visszazár azonban is javítja hibáját Kovalovszky. Amire kimondom ismét eladja a Fehér. Nem jó a második cselesem. Meg tudja csúsztatni. Szabó is beragadt Gergényi. Kovács tartja meg. Gergényi szerel. Ismét felhördül a kanizsai publikum. Nem kapott szabad rúgást Kovács. Német. Nem jó labda Fehérnek. Kószás, Kovács, odazár bolla. Megvan még azonban a kanizsának. Béli. Béli hozza föl. Lőrinc. Egy ütemmel le volt maradva. Huszti. Nem pontos azonban ez a beadás sem. Lőrinc agilis. De egyelőre jó pár pontatlan megoldása van. De sokat mutatja magát, sokat kéri a labdát. Lőrinc Bence, Bakary. Huszti őrnek. Bolla. Babati. Szokás szerint jön fel az akcióval Gergényi. Bolla. Őr. Jó labda. Huszti. Nem tudja megverni Horváth Balázst, aki egy nagyon szép sarkazós mozdulattal tette tovább Lőrincnek. Fehér. Zárt vissza Lőrinccel és szabadította meg őt a labdától. Lőrinc. Kószás Béli. Szép. Kovács. Kovács be tudja tenni még Bakary elé, de besegít Bolla. Átveszi Béli. Német próbált elvenni. Köcse. Gergényi. Bolla. Német. Kószás mellett, nem tudja elvinni Szabó. Ekker kapja. Nyugalom, nyugalom, kiaválja be Gombos Zsolt. Nem kell kapkodnia a vendégcsapatnak. Kovács meg tudja tartani. Pál menti meg. Babati elől. Horváth Balázs. Kószás. Ismét ő. Pál. Kószás. Ez pontatlan. Béli kérte. Teli torokból. Kovácsot szerette volna megjátszani. Mikor nincs egy középpályás. A legutóbbi fordulóban arról már ejtettem szót, hogy az Zalaegerszeg kikapott az Zuglótól. A Kanizsa ugye nyerni tudott. Felcsúton nagy győzelem volt az. Már csak azért is, hogy ki tudja rángatni a rossz periódusból a délzalaiakat. Babati kap közben labdát. Majnovics.
Jó váltás, Babati. Szabad rúgás lesz. Kószás. Szabálytalan. Az is egy szikrázóan kemény meccs volt. Az első játék részben kiállítással a felcsutiak részéről. Körülbelül 40 másodperc telt el abban a meccsben, amikor Ecker egy óriási csomagot kapott. Vita Dánieltől egyébként őt állították ki. Abban a meccsen. Német rövidet vette célba. Kovács vágja ki. Német még. Kovács mellett nem tudja elvinni. Oda dobja magát a kanizsai csatár, és lemarad azonban. Mint hogyha egy kicsit meghúzódott volna Kovács György, de még nem jelzett kifelé, hogy baj lenne. Nem jó a szöglet a németnek, könnyedén vágja ki Pál. Egy 11-esből szerzett góllal tudott nyerni a kanizsa felcsúton. Majort rántották le, a büntetőt pedig Lasics Dániel értékesítette. Nem ment át a labda, őr felett. Ecker, vagy a szemben Gergényi. Pál érkezik fel az akcióval. Pontotlan visszatett labda, de Kószás még meg tudta játszani Majort. Béli. Szabó Patrikot indítja el, Szabó. Kihasználja testi fölényét Bakari. Szabó Patrik is hosszú éveket töltött el az Zalaegerszegen. De itt nevelkedett Szabó Patrik. De hát nagyon sok csapattársára elmondható mindez. Az utánpótlás évekkel együtt Ecker Milán 11 szezont töltött el Kékfehérben. Horváth Márton 8-at és 4 szezonban érintett volt Andrássy Dán is. Kobra György, aki jelenleg a Kanizsaiak padján van, 7 évet húzott le Zete játékosként. Babati, jó lövés! Horváth Márton éppen elfejez, üti! Kihagyta azonban kipattanóból adódó lehetőséget Fehér. Szöglet lesz viszont. Megpattant egy kanizsai lábon. Babati villant. Német a hosszúra, Horváth felett átszáll, Fehér, jó csel, nem esik el, Fehér, a passza azonban nem jó, Ecker szerelte. Kanizsai csere lesz közben, Bolta Ádám fog beállni. Lejárt az eltiltása Bolta Ádámnak. Így visszatérhet. És Gombos Zsolt rendelkezésére áll. Ő már szerzett zalai rangadón gólt, hiszen az Andrássy Dán ellen betalált. Azt a meccset meg tudta nyerni a kanizsa. És jó úton halad afelé, hogy ezt is hozza. Bakari haza. Köcse vissza Bakarinak. Béli érkezik. Őr kapja. Gergényit akarta megjátszani, de lecsúszott a lábáról a labda. Kowalowski. És hogy befejezzem az zalaegerszegi érintettséggel rendelkező kanizsaiak felsorolását. Ugye Kovács Györgyről már szóltam, ő az Zete mellett az Andrássy Dánban is szerepelt 2 szezont. Major Máté szintén Zete nevelés, 6 évet játszott Kékfehérben, és 4-et egyébként Andrássy Dán is. A fiatal Milei kanizsai nevelés, de 4 szezont játszott Zalaegerszegen is, valamint
egyébként a Felcsúti Akadémián is járt. Pál Dávid is játszott Zalaegerszegen 8 szezont, Szabó Patrik pedig 9-et. Béli, ő nem játszott meg Erszegen, ellentétben Ausztriában nagyon sokat. Kovács Lesen van, hiába csúsztatja meg egyébként jól. Ő jön le, nagyot küzdött, Kovács György 2 gólt szerzett, csapatkapitányhoz méltó produkció volt ez tőle. Meg is köszönik a kanizsai szurkolók teljesítményét. Elfáradt, ez érződött a második félidei játékán. Minden esetre nagyon kellő a kanizsai csapatnak, és nem csak a góljai miatt. Némi átalakítást igényel a csere, hiszen a támadó hármas szélére jött be Bolta, Ekker lesz a center. Valószínűleg a Kószás-Béli páros valamelyikkel sem fogja tudni végigjátszani a mérkőzést, vagy említettem, ők koronás megbetegedéssel voltak otthon, illetve voltak karanténban ráadásul. Nem edzhettek 10 napot. Két bajnokit ki kellett hagyni. Babati jól teszi maga elé. Pál érkezik vele vissza. Babati még. Babati leteszi lövésre. Van is lövés. Német. Egy kis flipper után kijött a labda. Bolla. Némileg hasonló volt a játékképe. Felcsütön is, hogy hiába volt ember előnyben a kanizsa, a Felcsút cseré jól sültek el, irányítani tudták a játékot a felcsútiak, de akkor egy gólos volt csak a kanizsai előny, és azt kellett megőrizni, ami végül sikerült is. Itt azonban ugye 2 góllal vezet a gombos csapat. Bolla. Gergényi. Elmegy Bolta mellett. Jó kiugratás. Német. Kisodródik kissé Német. Nincs benne senki. Horváth odafejeli Fehérnek, de Fehér elkapkodja. Még át is vehette volna talán, hiszen elcsúszott mellette Horváth Balázs. Bakari adja haza. Köcse fel az égbe. Őr veszi le. Ekkel lesen van. Örül azért Ekker, de ez egyértelmű les helyzet volt. Ugye Ekkernek van egy sárgája, ezért nagyon nem kellene a felesleges reklamáció. Bolla. Gergényi. Babati. Jó csel, de visszanyúl Pál. Német. Őr. Bakari. Elmegy Béli mellett. Őr azonban visszafelé tolja. Fehér, nagyon mélyen áttul az egerszegi támadó. Gergényi, Bolta mellette, Gergényi még, csak visszafelé tud passzolni. Babati, őr. Babati, a második játék részben többet vállal Babati Benjamin. De igazán nagy helyzete a második 45 percben egy volt az zalaegerszegieknek, az pedig kimaradt Bakari. Bakari hozza közelebb és lő! Volt benne erő.
Nyilván egyértelmű, hogy Bakarit sem azért igazolta az olaszországi klub vezetése, hogy az NB3-ban szerepeljen. Tizenöt perc még a 90-ből. Nyilván lesz ráadás. Jóval alacsonyabb iramban zajlik a második félidő. Nem sürgeti az akciók vezetését a kanizsai csapat. Major hozza föl. Lőrinc lép neki. Szép megoldás. Bakari. Pontatlan a labda, nem jut el Babatihoz. Horváth Márton ezzel most nyer legalább 18 másodpercet. Az mb3.hu tippjátékában szerepelt ez a mérkőzés. A legtöbb tipp az 1-1-es döntetlenre érkezett. Az már biztosan nem lesz. Két gólos kanizsai győzelemre erre nem esküdnék meg, de szerintem senki sem fogadott. Kiegyenlítetten alakultak egyébként a tippek. Egy gólos győzelmeket jósoltak sokan. De ahogy azt mondtam, a legtöbb tipp a döntetlenre érkezett. Kószás hozhatja föl. Béli. Lőrincet választja. Szabó. Béli, majd Major. Bolta nem igazán vette még fel a meccs ritmusát, nem sokat találkozott a labdával. Bagó Benedek fog közben beállni. Gyanítom, hogy vagy Béli, vagy Kószás helyére. Bolta végre, van egy labdaszerzése. Pán azonban elveszíti. Majdnem is labdája azonban rossz. Az 1-1-es tippet jósolt egyébként Kereskai Péter is, aki a nyugati csoport elemzője az mb3.hu-n. Major! Oda veti magát Babati. Dobás lesz. Most jön a csere. Béli Milán jön le. Várható volt. Bagó váltja. Bagó Benedek a középpálya közepén védekező munkát fog ellátni. Kószás lép fel. Nagyon fontos volt az is, hogy Béli Milán visszatérhetett. Hasznosan játszott ma. Horváth megnyeri közben a párbajt. Ha visszatett labdát, pedig Kovalovszky vágta ki. Lőrinc. Fejér Gyötri. Szabálytalankodik. Bakari. Ahogy fordult, oda vágta a lábát Lőrinchez.
vegyesnek mondható formában várta ezt a meccset az ETA 2, hiszen két győzelem után jött egy kaposvári döntetlen, majd a már emlegetett VVSC elleni hazai vereség. Közel álltak a győzelemhez a kékfehérek a cukorgyári gödörben, hiszen Babati 11-es góljával vezettek. Pintér Norbert azonban egalizált. 1-1 lett az a meccs. Ki is emelte Bozsik József, hogy a találkozó előtt elfogadta volna az X-et. A meccs képe alapján azonban megérdemelték volna a 3 pontot. Szép lassan lecsordogál ez a mérkőzés, a 82. percben járunk. Az ETA nem igazán tud veszélyes lenni. Két komolyabb lehetősége volt az Ajaknak. A Kanizsa pedig nem igazán akar a második játék részben. Két gólos előnye tudatában. Szabad rúgás, Fehér harcolta ki. Hozhatna még egy veszélyes negyed órát, ha ebből az akcióból most gólt szerezne a hazai együttes. Babati megy oda. Két tagú. A kanizsai sorfal. Babata és Szabó Patrik alkotják. Babati, bele a sorfalba, Szabó Patrikon, pattant meg a labda, Német van lesen, hiába lőtt el félfordulatból. Kowalowski nincs jól, bokáját fogta a kanizsai belső védő. Horváth Márton meg tudta csúsztatni Kószás, de nem volt pontos a labdája. Gergényi. Bakari. Gergényi bent maradt középen. Gergényi még. Most itt neki Babati. Bolla. Talpal tolta meg Babati. Hosszú ez a labda. Bagó labdája jó. Szabó. Egy esélyt is megengedz magának Szabó Patrik, majd hazaadja. Szép megoldás. Fehér mellett. Ekker azonban elveszíti a fejpárbajt. Bakari. Haza Köcsének. Ismét Bakari. Bolla. Őr. Bakari. Le a szélre. Huszti. Ő és Babati voltak a legaktívabbak a második játék részben. Utóbbi percekben azonban már Huszti is eltűnik. Babati. Bolla. Őr. Babati a labda útja. Jön egy keresztlabda tőle. Eljut Husztihoz. Horváth szereli azonban Huszti Andrást. Öt perc még rendes játékidőből. Továbbra is 4-2-re vezet az FC Nagykanizsa. Gergényi.
Babatinak Csimbe, megtartja azonban Babati. Keményen odarúg Balta. Szabadrúgás lesz. Balta alkotja az egyszemélyes sorfalat. Gergényi. Bakari felé, nem jut el azonban hozzá. Balta jól, Szabó. Vissza Baltának, Balta. Egy kötény, Balta még. Huszti csúszott oda. Horváth Márton. Horváth Balázs jelentkezett, meg is kapja. Szépen veszi át. Jól is tolja meg a labdát. Szép megoldások Horváth Balázstól. Kószás kap egyet, de mehet tovább a játék. Bagó. Pál. Balta. Jó kényszerítő. Pál. Ez sem rossz. Nincs les. Ecker. Bent Lőrinc. Ecker jó csel. Ecker még. Ecker megtartja. Ellövi. Megpattan. Huszti. Válláról, kezéről. Játékvezető szerint a válláról. Pattant köcséhez. Nincs újabb büntető. Őr. Kowalowski löki meg. Érkezik Kobra György. Úgy gondolom, hogy Ecker Milán helyére így van. Elfáradt Ecker. De ami nagyon fontos kanizsai szemszögből, hogy végre gólt szerzett Ecker Milán. Nagyon kell, hogy ő önbizalommal tele térjen majd vissza tavasszal, és hát nem felejtve az érdi mérkőzést. Csütörtökön ugye az Érdet fogadja, és pótolja az elmaradt bajnokit, az FC Nagy Kanizsa. Nem lesz több, kanizsai csere, hiszen visszahívja játékosait Gombos Zsolt. Vlasics Dániel nem fog ma pályára lépni ezzel, az is eldőlt. Babati teszi le a labdát. Babati lövésre. Kifejelte azonban Balta. Német elől. Gergényi vissza. Ez pontatlan. Int a társaknak Horváth Márton, hogy menjenek fel, nem teszi le kicsiben a kanizsai kapus. Jól tette le Bagónak, Kószás, Bagó még. Kowalowski. Horváth vissza neki. Kószás. Major. Kobra felé. Meglöki Kobrát, Kobra azonban felugrik. Úgy láttam, hogy megmentette egy egerszegi játékos és hazaiak jöhetnek dobással. Igen, így van. Megpattan Boltán. Bakari. Köcse. Bolla. Gergényi. Előtte Babati. Szól is neki Gergény, hogy induljon el. Gergényi. Most kapja Babati. Major. Ér bele. Pál megmenti, nincs szöglet, csak dobás. Két perc hosszabbítás. Gergényi. Babati. Megpattan Kowalowskin.
kapufal segítségével megy ki. Rajta volt Horváth Márton. Még a hosszabbításban jövett egy hazai szöglet német, hát a hosszúra van fejes. Kobra vágja ki. Majnovics szedi össze. Majnovics. Lőrinc elveszi tőle. Lőrinc! Lőrinc! Lerántják! Ez is lap lesz. Milyen színű lap? Az a kérdés. Majnovics. Megúszta sárgával. Véleményes ítélet, hiszen igen, csak úgy tűnt, hogy utolsó emberként faltolt Majnovics Martin. És Zitzert akadályozott meg ezzel a lerántással. Látszott, hogy zavarba hozható. Lőrinc jól vette észre a lehetőséget, és használta ki azt. Feljön még ez a szabadrúgáshoz Kowalowski. Szabó Patrik. Major felé, átszáll, majdnem is fejeli ki. Balta, lövőhelyzet, lövés Balta, szép lövés! Köcse, tornázza ki! Balta fogja beadni. Megpróbált ismét kimenni Szabó Patrik, hogy kicsiben elvégezzék, de intett Gombos Zsolt, hogy menjen be a labda. Jön is, elmegy mindenki mellett. Bakari szedheti össze. És ez az utolsó momentum a mai meccsen, amit 4-2-re megnyer az FC Nagykanizsa. Visszavágta át a dél-zalai csapat az Etének, és kijavítja a hazai vereséget. Az első játék rész egy kifejezetten jó mérkőzést hozott, kifejezetten izgalmas, jó találkozó volt. A második félidő némileg alacsonyabb színvonalon zajlott, de ez aligha zavar bárkit Nagykanizsán, hiszen kimondhatjuk, hogy egy egész jó szériában van az FC Nagykanizsa, és várja csütörtökön az Érdet. Tartsanak akkor is velünk, azt a mérkőzést is élőben közvetítjük. Én köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.